vagyok én most? Jaj! Bárhol a óvodában vagyok? Mondjátok meg! Jaj, kukuriku! Igen? Bárhol a óvodában? Jaj! Nagyon jó, én ide készültem. Tökéletes, nagyon jó. És szeretnék nektek először erről az álomszuszék kiskakasról mesélni. Jó? Álomszuszék kiskakas elaludt a fa alatt, pedig nem a karcsú holdsápat fénye világolt, dagadt képű napsütött, az óra 1, 2, 3, 4, 5, 6-ot ütött. De a kis kakas csak aludt, nem verte fel a falut, nem verte fel jó korán, hajnalok hajnalán. Szedte-vette, teremtette, fürgeségét hová tette? Az a szuszi kis kakas. Szitta anyja, szitta apja, korholta a dühös gazda. Ám hiába, a kakas csak aludt a fa alatt. Ennye pedig deszégyelte, mikor ébredt, derestelte, hogy nem tudta felkelteni, mély álmából ébreszteni a házat, ólat, csak falut, de hiába, aludt, aludt, aludt. Másnap az óra, ahogy üt, pusty, már is felrebbent. Kukuriku! Jó napot! A legfrissebb én vagyok! Én köszöntöm a napot, én köszöntöm íjkorán, hajnalok hajnalán. Ti is ilyen ügyesek vagytok? Vagy órák? Kapcsolatunk az már több évre visszamenőleg, tehát vissza lehet vezetni. Jó pár éve kezdtük talán azzal, hogy volt olyan, hogy az egyik óvodás csoport volt, méhecske csoport lett igazság szerint, és még névadó ünnepség is volt, és ettől kezdve igazából minden évben megtettük mi is azt, amit az óvisok megtettek nekünk, hogy idősek napján köszöntenek itt a nyugdíjasainkat, valamint karácsonykor szoktak műsort adni, és hát ebből a gondolatból, hogy hát valamilyen formában mi is szeretnénk nekik kedveskedni, és gyereknapon bábozgattunk évek hosszú során. Ezt a hagyományt nem is szeretnénk, ha egy mód van rá megszakítani, mert azt hiszem, hogy ha pedagógiai szempontból nézzük, akkor a gyerekeknek ez nagyon fontos. Tehát minden életéren, mert a lelki, pszichikai fejlődés szempontjából tehát nagyon jó. Az idős korosztály és a gyerekek korosztálya végül is, ha azt veszem, kicsit már idősödve hasonló dolgok vannak, és ebből kifolyólag is van az, hogy tehát sokkal közelebb állnak egymáshoz. Megbeszéljük, tehát közösen állítjuk össze, hogy mit lehetne bábozni, vagy ki vállalja el, hogy most felolvas, vagy verset mond éppenséggel, de tehát egy közös munka, mert egy közös munka mindenképpen. Eléggé aktívak, mert tényleg azt lehet mondani, hogy nem panaszkodom, mert vannak nagyon aktív tagok, aztán van olyan, akit úgy egy-két mondat erejéig, ha az ember biztatja, és akkor jó, na jó, akkor elvállalom végül is. Úgyhogy ez egy szerencsés dolog, tehát nem kell olyan sokáig könyörögni senkinek sem. Gondolta magába. De szép fényes holmi, no ezt már igazán le kellene hozni. Jó lenne tükörnek a szarka szobába,
beletekintene ünneplő ruhába. Mikor ezt gondolta az egyszerű szarka, már az old tetején billegett a farka. Noszogatja magát előre-előre, szénás oltetőről, szalmás tűrtetőre. Az idő rövidsége is hozta ezt a műsort, de azt hiszem, hogy szerencsésen alakult, én úgy érzem, mert tehát mondtam, hogy tehát ezek az aktív tagok mondták, hogy neki van egy ilyen kis verse, ő ezt szeretné elmondani, és ugye előzőleg tartottunk több próbát, tehát elmondta előttünk is, tehát nem csak a gyerekek előtt, és mondtuk, hogy tehát megkritizáltuk, hogy na hát akkor most ez jó lesz, és akkor próbáltuk tehát így összeállítani a dolgokat. És azt hiszem, hogy jó is volt egy kicsit a váltás, mert a gyerekek tehát közelebbről láthatták azt, hogy a felnőtt is végül is, hát, tehát hogyan gesztikulálva mondja el azt a verset, vagy éppen a jelenetet. Én úgy éreztem, hogy nagyon jó volt, mert ugye közben lehetett látni, hogy tátott szájjal, vagy éppen közbeszólt valamit, meg nagyon tapsoltak, úgyhogy tehát teljes mértékben úgy éreztem, hogy egységes volt az egész, és a gyerekek is tehát átérezték ezeket a kis dolgokat. Találkoztam, fa alatt üldögélt egy nagy barna medve. Szegényka olyan szomorúan üldögélt, sóvárgott. Mondom neki, barna medve, mi a baj? Hát, már nagyon öreg vagyok, elküldtek a cirkuszból, és most nem tudom, hova menjek. Hát, én megmondom neked, barna medve, eljössz velem az erdei hódába, legalább segítő, bemutat nekem a Elefáni nénit, az erdei óvodának a szakástőjét, és úgyis szeretnék kukta lenni, és akkor megbeszéljük. Jó, hát akkor elkezdtem énekelni. Ír, gum, bur, gum, mókás medve, van-e neki éppen táncos kedve? Medve, pajtás, szépen kérem, az erdei óvodába jöjj el vélem. Ott eljárhatsz minden táncot, nyakadba se fűznek meg rázsláncot. Hát most igazság szerint már, tehát a júliusra mondanám, hogy tehát lesz az udvari, az is egy hagyományos, ugye az udvari partink, tehát az július elején. Várjuk a hidaskürtieket is majd július végén, hát már itt nem olyan régen beszéltük meg intézményvezetőnkkel, hogy tehát július végei időpontot, hát ez majd a továbbiakban, tehát egy hivatalos meghívó megy a hidaskürtiek felé, és akkor majd a részleteket, majd azt úgyis még abból nem mondom el, hogy merre, hogyan. Valamint, hát most van egy olyan dolog, hogy ugye mivel van ez a kis tánccsoportunk, meg a kórus, és mi augusztus elején szeretnénk menni Szolnokra, tehát Nagyfába vágtuk a fejszét, hogy így mondjam, mert Szolnokon van ez a Tiszaligeti nyugdíjas fesztivál, nem csak tánc, tehát különböző produkciókkal lehet fellépni, és mi most szeretnénk elmenni, és erre készülünk. Hát nem tudom, úgy néz ki, hogy el tudunk menni, mondjuk ez, tehát szponzorokat is kell, hogy szerezzünk, mert az utazás, tehát hogyha lehet, akkor busszal kellene megoldanunk, tehát van ilyen is. Azon kívül augusztusban már Banáról megkaptuk a meghívót, tehát a Banán Fesztivál, és a legfőképpen pedig a Kukorica Fesztivál, ami lehet új műsorral készülünk. Tudnám én azt, ha várna, dobogna, de dobogna. Tisztra a palota, zöld az ablaka, nyelvinek a rózsa, vár a fiola. Kicsi vagyok én, majd megnövök én, leszem tőle vagy kettőre, lássuk ki lesz a párja,
repülő, felfújható repülő. Mindent nem fújtuk föl. Majd elbeszélzem mindenki. Jó, és majd mindenki kap belőle. Még azt szeretném elmondani, hogy tulajdonképpen a Vörös Kereszt ajándéka. Köszönöm. Na, vegyetek előre!